Sziasztok, Zozoka vagyok, folytatjuk tovább a Divinity-t. Még nem volt időm átolvasni a friss hozzászólásokat, csak úgy fél szemmel, tehát mindig mikor telefonomra megérkezik az értesítés, akkor szoktam így, hát így nem átfutni, hanem látom, hogy jött valami, hoppa, gyorsan átfutom, amit fölfogok belőle, fölfogok, és tudom, hogy Károly úr írt valamit, hogy nálam lehet már valamilyen medál. Hát, várjátok, azt hogy nézzük meg? Szerintem így a legjobb. Megvilágosult amulett. Igen, ugye erről van szó, szerintem. De ugye nem viselem, hanem viselem ezt az akármicsodát. Viszont, hol is tartunk? Tehát valami harcot mondott nekünk Volgráf. És valahol itt. Hát ugye ezt mondtam, hogy ezt én még megnézem. Lehet, hogy ezek a holtak fognak fölkelni? Hát holtak, csontvázak. Ó, meg ott van egy kristály is. Lehet, hogy ez lesz. Ó, és ott van láda is. Ó, nagyon jó akkor, hogy fölhitte a figyelmet a játék. Mert ugye ki tudja, hogy nem ebben a ládában lesz valami hatalmas kincs. Szaros meg van kergülve. Nem foglalkozunk, jaj, hány óra van? Oké, szuper. Viasok, várjatok. Napló. Hol tartunk? Mert itt van egy csomó mindenféle frissülés, és azt sem néztem meg. Tehát egy sötét ügy, találkoztunk Leandrával Télországban. Elmondta nekünk, hogy a vérkövek segítenek neki meg is siettetni az üresség érkezését. Jelenlétünk eléggé meglepte őt ahhoz, hogy démonokat idézzen meg ellenünk, hogy ő közben sietősen távozhasson a vérkövel. Hát elegen angolosan lelépett. Várjatok, ezt így kell, igen. Ancigár elmondta nekünk, hogy hogyan szerezhetjük meg a tél gyűrűjét egy rejtélyes medál segítségével. Az utasításai szerint a medált viselve Borealis kincses kamrája közepére kell állnunk. És akkor ugye ez lenne az a medál, kedves Károly úr? Úgy döntöttük, megtartjuk a részvarázslatot. Hát jó, itt akkor semmi újdonság nincs. És akkor még itt van... Három? Jól látom, három. Télország impéit feláldozták, hogy létrehozhassanak egy óriási vérkövet. Ez iszonyosan súlyos büntény. És még aggasztóbb elképzelni, milyen gonosz dolgokra akarhatják majd felhasználni azt a vérkövet. Újabb csillag... Feladták a halandó életüket. Jó, azt megolvastam. Vagy olvastuk? Ugri-bugri, a nyúl ismer egy titkos utat, ahol be lehet jutni a kastélyba. Megmutatja nekünk azt a szakadékot, ami elég keskeny ahhoz, hogy átugorhassunk, és onnan belopakodhassunk a várba. Hát ugye mi nem ugrottunk, hanem Volgráffal teleportáltunk. Kétlem, hogy valóban képesek leszünk átugorni, de majd csak átjutunk valahogy. Hát, azokkal meg valami csoda folytán volt, okos, hogy rájött arra, hogy tudunk teleportálni. És ugye, akár magunk is után akkor jöhetett volna a csapat, ha azt akartam volna, de ugye én nem azt akartam. Ikara. Tudtuk. Oké. Találtunk egy betemetett csapóajtót egy nagy gólemfegy tövében. Lássuk, hova vezet. Az Axix nevű imp. Axix nevű imp elárulta nekünk, hogy Boreas király börtönébe vezető alagút tele van szórva halálos csapdákkal, úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennünk odalent. Oké. Oké. Mondjuk, ha csak csapdák lesznek ott bent, hát akkor valamilyen szinten meg lehet oldani, mert akkor előre küldöm Volgráfot,
akár teleportálgatással, vagy akár a lebegőjárás, ugye? És akkor mindig utána teleportál a csapat. Na jó, majd meglátjuk. Még nem tudom, hogy mi vár ránk. Ott lent. Igen. És akkor ennyi meg egy Bambi, így nagyjából átnéztük. Jaj, meg azt a hozzászólást is láttam, ez rövid volt, tehát azt ilyenkor simán át tudom futni a szememmel, hogy folytatom a mellékküldetéseket, hogy lesznek mellékküldetések. Persze, tehát minden küldetés meg fogok csinálni, srácok. Tehát, hogy én a lehető legteljesebben, ugye, a tudásomhoz mérten, meg a ügyességemhez mérten, meg a mit tudom én mihez képest, minden küldetést meg akarok csinálni. Tehát, aki ugye már régóta a csatornámnak a nézője, és úgy figyelgeti, tudja, hogy én igyekszem alapos lenni. Nem mindig jön össze, nem azt mondom, de igyekszem alapos lenni. És hogy mindenkivel igyekszem beszélni, minden küldetést igyekszem megcsinálni. Jó? Tehát nem kell aggódni. Jó, akkor itt semmi. Menjünk. Menjünk, mert... szerintem ugye itt lesz valahol valami. Várjatok, várjatok, várjatok! Mi lenne... akkor egy picit ügyesebbek lennénk, meg óvatosabbak, és Volgrát menne előre. Jó, megnézhetjük a kristályt is. Ahogy nézem, senki nincs bent. Senki nem volt bezárva. Lehet, hogy a ládát mikor kinyitom, akkor lesz valami? Ott is van kristály. Jó, nézzük meg. Várjatok, viszont... a Csipet csapat. Mi lenne, ha a Csipet csapatot... Rodrig vezetésével... Ó, basszus kulcs! De szemétség volt. Szerintem a játék figyeli azt, hogy ki megy előre, vagy hogy megyenek előre, vagy mit tudom én. Srácok, visszatöltöm az állát, tehát gyors betöltés. Jó, ez így nem jó. Tehát most még szét is van osztva a csapat, és most így nem akarok veled küzdeni. Tehát gondolom én, hogy akkor, ha így megyünk. Na. Nem. Akkor menjünk ide. Hop, hop, hop. Érdekes, hogy akkor mégiscsak rossz volt az elképzelésem, az elgondolásom. Jó, vissza. Próbáljuk meg megint azt a szituációt? Francse tudja. Érdekes, hogy... itt jelentek meg középen, és most nem. Azt már megfigyeltük ugye, hogy a játék azért hajlandó így véletlenszerűen máshogy dönteni. Nézzük meg a kristályokat, ha már így itt vagyok. Nem hiszem, hogy itt lenne valami, természetesen, de... legyünk alaposak. Ó, nincs ott... bezárva. Gyorsan vissza, ne, gyorsan vissza, ez az. Várjunk, nézzük meg, ott mintha láttam volna egy... ezt megnéztem, ugye? Igen, jó. Oké, no problémo. No problematic. Nem hiszem, hogy abban a kis jégkristályban lenne bezárva valaki. De mondom, tehát igen, megfigyelhető, hogy nem ilyen helyekre vannak bezárva, hanem ugye ott az ki van emelve egész szépen. Jó, akkor mentünk egyet. És megnézzük a ládát. Erős karmos földpálca. Oké, levegő elnyelés képesség könyv. Ez már mintha lenne. Vagy csak tekercsbe van? Levegő az ugye Scarlet. Jó, majd megnézzük. Ugye át kell váltani Scarletre, remenni a könyvre, és akkor megírja, hogy olvastuk-e vagy nem. Lehet, hogy ezt meg is nézem. Sőt. Fölvettünk egy csomó új cuccot, ami beazonosíthatatlan. Azt nézzük már meg.
Áj, basszus, nem rossz, nem rossz, nem rossz, csak az a baj, tudjátok, hogy ugye, tehát pont Rodrignak és Scarletnek lenne jó, ugye az plusz egy intelligencia miatt, de hát viszont ők nagyon nem kapnak sebzést, közelharci. 15%-án visszaveri, bárki sebzés, mi ez? 15%-át visszaveri bárki sebzésnek, bármi sebzésnek? Szerintem az bármi lehet, a bármi. Nem, az, de úgy sem jó. Hát itt valami kis fogalmazási zűr van. Igen. Vagy nem fért ki teljesen. Mindegy, valami zűr van. Jó, hát minden esetre akkor nem foglalkozom vele. Ezt is megnézzük természetesen. Földelementál idézése. Ez is olyan, és most már igen, tehát kedves Károly úr, megnézem ezeket a pálcákat. Ez is olyan, amit egyszer mondott a Károly úr, a víz pálca, ugye, vagy mi volt, valami ilyesmi, amivel ugye gyógyíthatjuk a csapatot. Tehát földelementál idézése felhasználható háromszor. Szerintem ezt küldjük Scarletnek, mert Rodrignak, ha minden igaz, még van olyan pálca, ami ilyen gyógyító. Jó? Na most már igen, igyekszem egy picit óvatosabb lenni, vagy alaposabb lenni, mert azt mondtam, hogy értelemszerűen nem, mi nem pálcákkal harcolunk, tehát azt eladom. De hát azért nem. Itt is van érdekes, nézzétek, mágikus mérgező dárda, felhasználható háromszor. Ezeket szerintem... Pillanat, csak úgy éreztem, mintha a mikrofon odaérne a rövid szakállamhoz. Tehát, tehát ezeket esetleg csak akkor adom el, ha nagyon megszorulnék a pénzzel. De egyelőre tartsuk meg, és úgy tartsuk meg, hogy legyen Scarletnél ez is. Legyen ez is Scarletnél. Ez viszont Madorához megy. Ez is Madorához megy. Ó, itt is van valami. Ezt úgy néz ki, hogy még nem néztem át. Nem az a baj, hogy nem tudom most hirtelen, hogy milyen öveink vannak. Jó, esetleg megnézhetjük. Mert ez a plusz 60 életerő pont, az még akár még jó is lehet. Egyelőre küldöm át Rodrignak. Marad még a felvétel? Jó, még megy a felvétel. Ezekkel meg nem tudom akkor mi legyen. Szerintem nem foglalkozok vele. Szerintem megy Rodrignak. Ez viszont szintén Rodrignak. Ez is, ó basszus, ezt valahogy ügyesebben meg kéne oldani, mert igen, tehát mindig így átnézni, lusta lettem, az a baj. Várjatok, 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 viszont akkor... Na, tűnjünk el? Viszont akkor... Van még itt egy másik láda. És már ezt is megnézzük természetesen. Várjatok, mennyi volt a másik? Minden esetre ez egy sima, tehát semmilyen extrája nincs ennek a kardnak. Egyelőre azt mondom, hogy most így egyből átküldöm Rodrignak. Ezt is szerintem Rodrignak. Értelemszerűen ez még marad nálunk. Madóra. Szerintem neki már na, ez a kard, ez a leg... Miért nem cseréltem le? Volt itt valami jó kardunk, nem? Igen, ez semmit nem ér. Ó, basszus. Megint rá kell nyomni, hogy legújabb tárgyak. Ja, tudom, tudom, bro, eszembe jutott a szintkülönbség. Oké. Azt a mindenit. A övekre esetleg rápillanthatunk. Rápillanthatunk az övekre, srácok. Szerintem a testi erő az nagyon jó Madorának. Habár ugye ott van az, hogy plusz 60 életerőpont. Nézzük meg mondjuk Volgráfot, aki még ugye ott az első sorokba szokott harcolni.
Hát, ez lehet, hogy jobban megéri neki amúgy. Ügyi-bügyi? Ez lehet, hogy jobban megéri neki, srácok. Mert hát most minek neki tárgykészítés? Minek neki plusz egy testi erő? Viszont méreg ellenállás az oksa, meg a plusz 60 életerőpont az szintén, az meg nagyon oksa. Oké, akkor szerintem, na, így, ügyesen, ezt lecseréljük neki, és nézzük még tovább, hogy Rodrignak milyen öve van. Jó öve van, abszolút jó öve van, de gondolkodok azon, hogy a testi erő az esetleg mennyire lenne fontos neki, de ugye neki annyira nem lényeges. Habár, bocsánat, dehogy is nem, mert ugye ő is szokott hordozgatni cuccokat. Volgáfnak miért van egy picit lecsökkentve az életereje? Na majd teszünk róla. Hát, srácok, francse tudja. Most egyelőre ez így maradjon. És ugye az a baj, hogy Scarlettnek meg aztán meg abszolút ez meg amúgy is jó. Mert plusz kettő kezdeményezés ott van neki. Oké, akkor egyelőre marad így. Vissza Rodrighoz. Gyorsan meggyógyítjuk Volgráfot. És akkor jó, mindent fölszedtünk. Mindent fölszedtünk, és akkor megyünk vissza szépen. És érdekes, látjátok, hogy mi alapján jött elő ott a csapat. Most meg ugye nem reagált. Na jó, menjünk. Most. Ó, és nagyjából jó is a felállás, de csak nagyjából. Nagyjából jó is a felállás. Kik vagytok? Te vagy az, aki egy hósámen, aki egy nagyon új ellenfél lesz. Ez az. Fehér alfa farkas, fehér farkas, fehér farkas, fehér farkas. Cicát kéne ledobni. Nekik. Oké, na nézzük meg, hogy a... Ők nagyon gyorsak lesznek amúgy, értelemszerűen. Tűz ellen van a legkevesebb védelmük. Sőt, az nagyon kevés. Na nézzük, tűz az jó, mert ugye Rodrignak talán még pont a tűzbot is van nála. És akkor a... Végső soron, ha azt nézem, akkor Scarlettnek viszont a földbot lenne a legeslegjobb. És méreg, oké? Szerintem ez mindegyik farkasra igaz lesz, és akkor nézzük meg a hósámát. Nézzük meg, hogy most melyik van nála. Mondom igaz, nem lényegtelen. Scarlettnél lényegtelen, most azért 10%-ért nem fogok botot váltani. Legyőzzük őket így is, úgy is. Legyőzzük őket így is, úgy is, sőt, lehet, hogy bevetek valami frankó kis trükköt. Na, nézzük meg a hósámát. Amit eddig még nem tudtam megcsinálni, de most lehet, hogy megnézem, hogy fog alakulni. Milyen lesz. Oké. Na ő már viszont érdekesebb. Igen, nagyon fontos megnézni, hogy Rodrignál a tűzbot legyen. És a tűz akkor szórhatjuk a tűz dolgokat nekik. Sőt, ledobhatunk akár tűz elementált is. Igen, és akkor hát talán akkor a levegő jobb lenne Scarlettnél. Mert ez a 40% ez már sok. Oké, tehát levegő. Mi van nálad, kedves? Levegő. Oké. Jól van, jól van, jól van. Ez a vízpajzs. Levegő, levegő, levegő. Akkor van nekem, ugye? Várjátok, nézzük meg. Ha már ugye itt vagyunk Scarlettel. Ja, ilyenkor nem tudom meg, de ide tudom nézni csak ennél a felszerelésnél. Kicsit hülye vagyok. Info be ki. Már megtanultam ezt a varázslatot. Akkor szerintem, és akkor jól rémlett, átküldjük Rodrignak. Miért van nála az viszont ez a kartács? Miket csinálok én néha, srácok? Fú, basszus, nem tudom magamat követni amúgy. Gránát eldobása, hát a Madoránál legyen. Jó, várjátok, mit kell csinálok? Jó. Hú, de megijedtem, mert ugye ne nagyon küldözgessem így a dolgokat, mert lehet, hogy valamelyik AP pontot használ.
Szóval legyünk eszünk néha. Úgyse fog menni. Na de viszont srácok. Most erre nyomtam rá. Na azért. Nézzétek meg! Tehát jégfal tekercs. Így létrezel egy falat az ellenség attak vagy befagyasztására. Tűzfalunk most nincsen, ugye? Ez micsodi? Minden célpontot megfagyaszt, és bla bla bla. Gyerekek, ez nem rossz. Ez nem rossz. Viszont mi is fogunk sérülni? Tehát csak az ellenfelet remélem. Ők messze vannak? Ők messze vannak, de hogyha például előbbre jövök Scarlettel 3 AP-t felhasználva. 4 AP, 3 AP, 4 AP. Úgy 3 AP. Akkor én most lehet, hogy bepróbálkozok ezzel a tekercsel. Kíváncsi vagyok. Ugye ez a hófúvás. Így van. 100% esély. Jaj, nem mondjátok. Na ez a legjobb opció. Madonnánk ugye nem lett baja. Jó, 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 jó. Hú, basszus. Hú, basszus. És megint hú, basszus. És megint hú, basszus. Madóra, Madóra, Marodóra magyarodjon talpon. Vakítás sikertelen. Madóra maradjon talpon. Hagyd már abba, te tesó! Madóra maradjon talpon. Nála egy szempont nincs, ugye? Vártok, vele inkább dobjunk le. Akkor egy tűzelementált? Vagy tűzlabda. Így az elején, egy ilyen kemény elindítunk. Mert ugye az elég nagyot tudám sebezni, ott van. Bizony-bizonyám. Hogy tudom elérni a legjobbat? Valahogy úgy. És hogyha egyből belelövöm... Nem, így. Talán... Így. A legjobb. Jó, hát nem azt mondom, hogy annyira... durvuci volt, és menjünk szerintem bele hátra. Hogy kikerüli a rohadék? Oké, Madóra köre következik. Na most igen, egy picit... az kéne... aha, megvan. Tehát... úgy. És mind a hármat sebzem. És nem megyek bele a tűzbe. És úgy fogok csinálni egy örvénylő csapást. Tökéletes, tökéletes. A három farkast megpróbáljuk el... hát, a lehető legjobban... ugye, sérteni. Sőt, itt nem is. Fújt, nagyon sokat fogok elkapni. Szinte az összeset. Szuper! Szuper! Ez szuper! Ez szuper! Erre iszunk egyet. Volgráfal mi történt? Meg van fagyva? Egy körre? Jól látom. Le van fagyva egy körre. Hogy állnak ezek a farkasok? Ő már elpusztult. Igen, ő az, akit meg lehetne ölni. Meg őt is. De menjünk vele inkább. Nem tudom, mit csinálják. Na nézzük, várjatok. Vagy most fogok ledobni egy tekercset, egy jégfalat. Az mennyibe is kerül? Más fal nincs. Az a baj, hogy olyan kéne, ami fizikailag is megakassza az ellenfeleket. Te mi vagy?
Hát amúgy, srácok, a célpontot, vagyis magunkat immunissán teszi a fagyasztásra. A közelharcban támadók megfagyhatnak. Igen ám, de sérülök is? Hát lehet, hogy inkább ezt kéne megpróbálni. Lehet, hogy inkább ezt kéne. AP költség 4. Ami azt jelenti, hogy egy picit hátra tudok mozogni egészen pontosan 2 AP-ig. A kurva. Ne legyél alkalomszerű, jó? Nem szép dolog alkalomszerűsködni. 1 AP. Az már nem jó. Jó. Nem tudom, hogy hogy megy ez pontosan, de egyszer, mintha próbáltam volna. Igen, és akkor... Eddig tudom. Eddig tudom. Jó. Oké, oké, oké. Hósámán. Kedves hósámán, miért akarsz te nekünk rosszat? Sámánykodjál máshol. Sajnos Rodrigot is bezártam. Nagyon nagy valószínűséggel, valószínűség szerint Rodrig onnan nem fog tudni kilőni. Majd meglátjuk, majd meglátjuk. Rodrignak vannak lehetőségei. Például, ó, mi lenne? Aha, lehet, hogy pont itt, mintha valahol engedte volna egy picit. Nem? Akkor lehet, hogy sehova nem engedi, basszus. Jó, akkor hagyjuk. Akkor legyen mondjuk ez. Az sem jó, akkor legyen mondjuk... Nem. Akkor legyen mondjuk... Legyen mondjuk sebzésnövelés. Vagy ugye le tudjuk ütni sújtós sebzéssel. Ó, a hósámán jó hátra ment. Segítsünk egy icipicit Madórának, és mondjuk akkor 5. Elnyelve leütés sikertelen. Ó, basszus. Jó, mentenem kell. Most már mentenem kell, srácok. Irgumburgum, mentenem kell. Madóra ügyes. Madóra azt kell mondom, hogy ügyes, és most már igen, mentsünk egyet, mert... Ó, de jó lenne, és most megint az a forgó támadás. De kár, hogy az... Annak nagyon hosszú a lehűlése. Ó. Nagyon durvuci pedig. Oké. Okay. Olyat kell megtámadni, akinek a lehető... Ó, ott van. A lehető legkisebb az élettereje. Várjátok, de viszont ez sok. Ez sok, ez sok, ez sok, ez sok. Ez túl sok. Ebből most én 2-szer tudok támadni. Mert ugye 4, igen. 4 a... ez a támadás. Jó, hát akkor 5. Ez az. Mentünk egyet. Mert nem az a baj, mondom, hogy... Nem találom el, mellé ne menjem. Oké. Okay. Megnézzük, hogy melyik a... Hát... Igen, adnak nagyon sok, hát akkor legyen mondjuk... Oké. Okay. Nekem ennyi, ennyi tökéletes, srácok. Nekem ennyi tökéletes. Viszont... Hát igen, ettől féltem. Na, ettől féltem, hogy ugye bezártam oda... Polgráfot, és így onnan értelemszerűen nem fog tudni kilőni. Habár szerintem az én kis optimista becslésem szerint ott azt el tudná kapni. A sámánt sem. A sámánt sem. Menj a kis... A tele- és valószínűleg később fogunk tudni teleportálni, basszus. Mert azt sem fogja engedni. És az nagyon sok, az a baj.
Hogy tudjuk máshogy támogatni? Elszakadt hazánk lányát, Madórát. Van itt egy csomó. Van itt egy csomó. Van itt egy csomó tekercsünk. És például ez a tűz megtestesülése tekercs. Ez jó. Igaz, hogy nem kapunk tűzsebzést, de ugye azt adunk vissza. Jó. Hát most mindenki Madórát fogja támadni. És de jó, mennyire működik az a... visszaveri a sebzést. A fehér alfa farkas valamit csinált. Ó, és ne felejtsük el, hogy ott is van egy farkas. Ott is van egy farkas. Kilmos Scarlett. Scarlett-tel remélem rá tudom adni Madórára. Ó, de szuper. A mágikus páncélt. Itt az ideje. Itt az ideje. És valószínűleg, hogy ez 3 AP? Ez 3 AP? Ráadom ezt is. És Madorának köszönjük szépen a részvételt ebben a körben. Rodrigo, gyógyítjuk Madorát. Hopp, oké. Rodriggal gyógyítjuk Madórát, aztán mi van még? Hát jó, én itt már... Jó, Rodrig pihen. Rodrig pihízik. Madóra köre következik. A fehér alfa farkast. Kezdjük el csesztetni. Ja nem jó. Ne. Túl az a baj, hogy ez nem most nem lesz jó. Habár lehet, hogy jó lesz. Tehát, mentünk egyet. Mert... akkor meg... tehát a fehér alfa farkast azt jól lenne legyőzni. Madóra. Döfjél bele picim jó erőset. És akkor talán... van még itt nekünk ugye olyan... amit el tudunk használni. Ez lényegtelen, mert úgyis ott vagyok. Akkor esetleg még ezt elnyomom. De jó. Szövege volt neki. A Volgráfino köre következik. Hát igen, megint nem tudok vele sajnos. 5 AP-val ki tudnék mozogni. 5 AP-val ki tudnék oda mozogni. 5 AP-val ki tudnék oda mozogni, azt mutatja nekem a játék. Várjátok, legyen akkor ne 5 AP, hanem 4 AP. 4 AP és oda. Mentsünk egyet. Bocs, mozi, mentsünk egyet, mielőtt még hülyeséget csinálok. Jó, 4 AP. Úgy, és ott van ő elrejtőzve. Ott van ő elrejtőzve a bokorban. És gondolkodok. Ezt, ha jól látom, ezt el tudom nyomni. Jó. Akkor legyen benyomva ő. És legyen... benyomva ő. És természetesen a fehér alfa farkasra fog belelőni. Ez az. Ja, várjátok, mintha kettő lenne? Hogy hány fehér alfa farkas van? Lehet, hogy kettő van. Ja, nézni kell basszus, hogy hogy állunk. Mert Madonna most kapott rendesen. Au, fájt. Szintlépés. Szintlépés, megtörtént a szintlépés. Megtörtént a szintlépés. Oké.
A Madonna... Jó, szintet léptünk? Biztos, hogy szintet léptünk, mert Madonnának visszaállt az életereje. Srácok, ez nagyon jó. Oké. Scarlett. Messze vagyunk attól, hogy a hósáment elérjük. A farkasokat, tehát fehér alfa farkas, fehér alfa farkas. Kettő fehér... Fehér alfa farkasunk van. Fehér farka alfas. Oké, tehát kettő van. Ugye gondolom ők azok, akik tudják lelkesíteni a többieket, meg stb. Srácok! Madonnának egy csomó mindene van. Nyomjunk el levegő sebzést. A fehér alfa farkasra. Erre a közelebbire. Vagy, várjatok? Vagy inkább arra. Ezek nem jók, basszus! Ez nem jó. Egy pontunk van. Ez nem jó, ezt mindig elnyomom, basszus, de nem jó. Madonnával, igen, gondolkodok, srácok, hogy mit csináljak. Hogy szerintem nem fogom meg tudni megtámadni a hósement. Mentsünk egyet. Dobjak oda egy gránátot? Megpróbálunk oda dobni egy gránátot. Oké. És hát akkor legyen a kartács? Ő mennyi is? Ő 3 AP. Jó, legyen. Jó, ez nekem így tökéletes volt. És ha ezt a fehér alfa farkas megtámad, akkor szerintem azt le is győzöm. Ő egy pici... Őt nem szerintem, de őt igen. Mentsünk még egyet. Oké. És akkor... Jó, köszike. Nem, ezért nem töltöm vissza. Volgraf köre következik, ami azt jelenti, hogy... Ne, inkább ő belé lőjük bele. Igen. Tehát ő kapjon több sérülést, és azt a másikat az biztos, hogy elkapja. Így van. Az biztos, hogy elkapja. Rodriggal... Gondolkodok ezen is. De ezen is. Milyen messze tudom... Ó, gyerekek! Oda tudom rakni a szájába. Hajrá! Oda tudom rakni a szájába, basszus. Ott van. Szórakozzanak. Szeretgessék egymást. A sámánunkkal együtt. És szerintem ennyi is. Itt elnyomunk. Nem? Ezt, igen. Azért jó bírja az a hósemem. Jó. Ugye már 4 AP az már nem lesz jó. Igen. Nincs elég akciópontom. Akkor köszike. Hát ez Scarlett-tel... Szerintem Scarlett-tel simán csak úgy támadgatjuk... Támadjuk! Ne támogassunk senkit. Támadjuk meg azt a farkast. Csak simán így ennyi. És mi lenne akkor, hogyha ezt csinálnám? Nézzétek tehát. Úgy. És úgy. Jó, és ott örüljön a tűznek. Ne menj onnan el, pici. Azért csináltam, a te kedvedért csináltam. Megvakította, Madóra vak. Hósemen, ó, gyógyítja magát a rohadék. És még tud varázsolni? Eszembe tesz 31 földsebzés. Rodrigo köre következik. Van itt valami olyasmi...
De neki lehet, hogy pont nincs, tehát hogy gyógyítja a vak, stb. Lehet, hogy Volgráfnál lesz? A gyógyítja a vak állapotot, meg ezeket a hülyeségeket? Hát esetleg vagy itt elnyomok valakit, valamit, tudjátok. 3 AP, szerintem ezzel, aha. Várjátok, viszont a farkast is el kéne intézni, bus basszus. Jó, akkor mi álljunk rá a falk a... Assza meg... A farkasra! Álljunk rá a farkasra. Szerintem most pihi. És akkor támadgassuk meg. Támadjuk meg! Kurva! A sámánt. Ez az. Madóra köre következik, aki sajnos vak. Várjatok, ez mit ad nekünk? Sajnos semmit. Semmi olyasmit. Mi lenne akkor? Hogyha azt mondanám neki, hogy Volgráf jöjjön. És igen, akkor jól emlékeztem, nagyon ritkán használtam, sőt, nagyon ritkán, talán egyszer sem használtam, de most rohadt jól jön. Gyógyítjuk meg Madorát. Ez az. És... Hát, és még tudunk vele támadni, Volgráffal. Még egy nyilat biztos, hogy el tudunk. Mondjuk, legyen az egy leütő nyíl. Ácsi, nem. Legyen az egy tűzes nyíl. És támadjuk meg a fehér alfa farkast. Ez már pusztuljon el onnan. Oké. Madóra köre következik. Madóra egy picit ég, vagy... Nem, mintha ilyen tüzes felszín lenne alatta. De egy... Jó, tehát a fehér farkas most már ezzel meg tudjuk ölni. Jó. A kurva is nem mentettem! Basszus! Ezt nem hiszem el! És pont mellé ment a... Picsába. Mikor mentettem, srácok? Dögöljél meg! Ah, Istenem! Isten, fú, de mérges vagyok most magamra. Jó. Szerintem ezt most elkapjuk. Ugye nem Madorát találom el. Jó. Még nem ölte meg? Te anyucikádat. Ment és dobott ellene. Beszarok. Au. Na még mit csinálsz? Volgráf mit kapott? Földsebzést. Jaj, Rodrigo köre következik, basszus. Jó, most már ezt intézzük el valahogy. Ezt a hülye rohadt farkast. Aztán Madorával meg Volgráfval megyek a sámára. Ez az. Hát lehet, hogy vele közelebb jövök. 4 AP-t. Hát ha kell segítség. Tűzelementálnak annyi viszont. Madóra következik. Viszont srácok, mentünk egyet. Basszus. Jól van. Viszont visszajött ez. És szépen úgy meglepik a hósámánt, hogy hello! Itt van Madóra néni. Itt van Madóra néni, aki... Megpiszkál egy picit. Hú, gyerekek, mi ez? Megtámadta őt hósámán, ezzel tűsebb, bla 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 bla. Jó, de jó bírja az a hósámán. Kör befejezése, legyen. A Volgráf köre következik. Jól van. Volgráf.
Nézzük meg, hogy eléri a nyillal. Oké. Gyors mentés. Megnézzük, hogy sima nyilat belelőve mennyit fog sérülni a sámánunk. Viszont akkor kapcsoljon be. De be van, még az él. Jó, nem kell bekapcsolni, bocsánat. Tehát, hogy nézzük meg azt, hogy... Ó, ennyi. Ennyi. Várjátok, srácok, viszont... Oké, még van egy kis időnk. Pont azon izgultam, hogy... Tehát nagyon sok idő egy ilyen csata, amire ugye levezéli az ember. És azon izgultam, hogy még ne... lépjük el, vagy érjük el, vagy lépjük túl az egy órát. Mert ugye akkor megint úgy lesz, hogy fölveszek ebből egy részt, fölveszek a részgámból egy részt, megyek, kódolom a géppel, addig meg megyek gírszaforozni. És akkor a gép meg dolgozik. És még csak vasárnap van, ami azt jelenti, hogy itt most megint akkor, a következő napokban, amíg ugye otthon vagyok, addig valami ilyesmi szintű munkamegosztás lesz. És akkor picit előre tudok... Gyertek ide ki, fiúk! Picit előre tudok dolgozni már megint. Ahogy látom... Gyógyítgatni kell. Madóra. Látszok, azért azt kell mondani, hogy a Madóra az úgy nem rossz. Madóra amúgy nem rossz. És még Wallgraphot. Jó, és... Jó. És akkor kezdjük el átvizsgálni. Oké. Kezdjük el átvizsgálni... a területet. Ó, basszus, ezt lehet, hogy Rodriga kellett volna. Nézzük meg ott is. Semmi. Nem dobott? Na azért, ott lesz valami. Kifinomult fém sisak. Hát, gyerekek. Én... szerintem ezt egyből... Naha, nem tudom. Akartam, hogy egyből elküldöm Rodrignak, de nem. A... mocskos sámán ilyen csóró volt. Semmi. Semmi. Oké, srácok. Fogjuk rá, hogy elég jól átvizsgáltam a területet. Habár lehet, hogy ide még így... Ja nem, mindegy akkor. Hogy oda lemegyek egy picit erre. Mentünk egyet. Szerintem itt már nem lesz semmi. Ha csak nem ilyen gombákat fölvehetünk, jó. De azt most már Rodriggal basszus. Jó. Szolgálva. Jó. Srácok. Átnézzük egy picit. A Ácsi. Ott látok valami. Ládákat, hordókat. Fehér ruha festék. Szerintem Rodrignak küldjük. Semmi. Semmi. Jó. Tehát azért ilyenekre figyelni kell. Esetleg mondjuk bejárhatom így egy picit a térkép, a területet. De itt még... ezek kicsodák? Itt még van ilyen makulátlan mesterlövész. Meg párbajozó. Ó, gyerekek! Nem akarom itt hagyni őket. Szerelés, legújabb tárgyak. Hű, de jó, hogy ezeket a beleket, meg ezeket a ilyen hülyeségeket egy slotba rakja. Nem kell itt mindegyiket megnézni. Jó, oké. Mentünk egyet. Basszus, akit le lehet győzni, vagy van valami érdekesség, azt nézzük meg. Ki tudja, lehet, hogy pont itt lesz még megint valami információ.
Gyorsan gyors mentés. Gyorsan gyors mentés. Jó. Vagy ugye... Fabrizio! Fabrizio! For your charms won't save you from a swift and jaj, ne már, már megint! If we deem you a threat. Megfélemlítés lesz megint. Nem fogok itt kőpapírollózni. Habár basszus azért. Nem gyenge csapat. Ott a háttérben farkasokat látok. Jó, mindegy. Haladjunk. Rodrig, ilyen gyenge vagy megfélemlítésben? Jó. Indítsunk kő keményen papírral. Kemények leszünk. Pont el is találtam. Az a baj, hogy nekem basszus, tehát nekem hányszor kell győzni? Még egyszer, kétszer, háromszor kell győzni. Oké, kővel jött, papírral jöttem. Most jövök én is kővel. Jó, az a baj, hogy még nem lélegezhetünk föl. Amúgy milyen érdekes, nem, hogy végsősorban nekem talán az lenne a legeslegjobb, ha harcolnánk. Mert nem húzom itt az időt. De mégis a győzelem, ez a kis győzelem is annyira fontos, hogy ezt sem akarom föladni. Tehát azért megpróbáljuk, becsületből, tudjátok. Oké, most, ugye ollóval jött, jöjjünk ollóval. Várjátok, lehet, hogy most... Nem, ollóval, menjünk ollóval. Ne! Basszus, rohadék. Dögölj meg. És most fog jönni ollóval? Akkor mi jöjjünk kővel? Ne! Kurva. Jó van, na akkor bunyó lesz. Kus! Nem érdekel a nyomorotok. Szétcsapok köztetek. Embereket meg se kell nézem. Mert általában tényleg az szokott lenni, hogy minden ellen nagyjából védelmük van, de semmiben annyira sérülékenyek, de ahogy látom itt most ez tökéletes lesz. Oké, nézzük meg a Fabriciót. Ő már egy picit keményebb falat lesz, de azért nem vészes. Habár ugye most pont a tűz az nem lenne jó ellene. Jó, várjátok, de az a baj, hogy tűz-víz, tehát teljesen mit rakok be. Mind a kettő 40% Rodrig esetében. A levegő föld az meg ugyanúgy jó lesz. Jó, és akkor kik vannak még itt? Nem kell, a farkasok meg az úgy meg megint valamilyen szituáció. Jó, nekik a tűze az nagyon jó. Jó. Oké. Madorát be fogjuk küldeni kőkeményen. Madorát be fogjuk küldeni. Ami azt jelenti, srácok, hogy hol van Madora? Itt van Madora. Megerősítve. És ő kapja meg a sebzésnövelést is, vagy hát igen, ő adja meg, tehát Skellettől kapja meg a sebzésnövelést is, megvan. Körbefejezése, nem, egy picit hátra megyünk vele. Így, né? Rodrigo köre következik. Rodriggal lerakjuk a nagy francokat. Mi lenne, ha beküldenénk egy robbanó tűzgolyót? Úgy oda, hagyd szokják a fiúk. Gyors mentéssel viszont. Mert azon is gondolkodok, hogy inkább le kéne rakni egy élő halottat. Várjatok, ne. Rakjuk ide az élő halottat. Tudjátok, hogy miért? Mert a tűzlabdát beküldöm, a tüzes felszínt fog képezni. Egy területen. Jó, legyen akkor inkább... Oldjuk meg így most. Ez az, de még ugye tudunk vele ügyködni, és vagy ezen gondolkodom, vagy az, hogy a gyorsaságot rákom Madorára. Amúgy tudom, szintet léptünk, nem osztottam el a pontokat, nem akarom most ezzel az időt húzni, bocs. Tehát majd a következő videót majd lehet, hogy ezzel kezdjük, vagy ott a végét, vagy én nem tudom. Na várjatok. Inkább, hát vagy Fabricióra kéne rányomni, vagy a mesterlövészre.
Basszus, mi nem tudom, mit csináljak. Jó. A gyorsaság az például mit csinál? Meg gondolom, akkor Madorát kevésbé fog... Na, srácok! Ilyet még a büdös életben nem csináltam. Ilyet még a büdös életben nem csináltam, legyen most ez. Madorával szétcsapunk. Te is gyere, így vagy, mind oda menjetek, oda középre. Ez az. Most már ennyi. Mentünk egyet. Most már ennyi. Oké, és akkor szokás szerint. Így. Látok, úgy kéne, hogy... Hát az a baj, hogy nem tudok úgy menni, jó? Nem, ne, így. Azt keresem, hogy hol van a... ott van az X. Nem. Hol van a X? Hol állunk? Meg ott. Jó. Az még szerintem jó lesz. És le is ütöttük őt, oké. És akkor most jön az örvénylő támadás. De mentéssel. Habár az nem szokott mellé menni. Az nem szokott mellé menni, ez az. Nyomjuk. Nem volt rossz. Már megint, azt kell mondjam. Oké, és oké, és oké. És még Madora még mindig tud valamit ügyködni. Például... Akkor nyomjuk le... A mesterlövészt, így van. Nyomjuk le a mesterlövészt. A Volgraffino köre következik. Volgraffal... Nézzük meg először, hogy rá tudunk előni bármelyik célpontra. Rá tudunk lőni célpontra. Bekapcsoljuk őt. És szépen... Lövünk. Így is bekerül mindegyik? Őt már nem tudom elérni. Hát lőjük bele inkább abba, mert ő neki kevesebb az életereje. Szerintem biztos, hogy nem ölöm meg vele, de... De legyen akkor az, hogy majd esetleg a következő körben meg tudom őt ölni. Mozogjunk, két AP elég lesz egy kicsit erre. Jó. És még jön a kartforgatónk. A kartforgatónkkal... Nyomjuk el először ezt, de inkább a fehér farkasra nyomjuk. Tehát a magasabb életerejével rendelkezőre. Mert ugye, ha siker... A mentés dobott ellene vérzés. Ó, basszus, akkor mindegy. Akkor nem jött össze az, amit szerettem volna. Még egyet már nem tudunk támadni. Na nézzük! Mi lesz itt még? Scarlett köre következik. Picit messze vagyunk Scarlett-tel. De mindegy, majd megoldjuk valahogy. Na jó. Nem fogok gatyázni. Igen, a fagyasztást. Nem, akkor először csinálják meg... nem. Először a fagyasztást. És a farkasi domárnak adjuk. Megfagyott, jó. És akkor most lőjük bele a botot. Talán értetek, egy picit többet sebezek bele. Oké. Köszike. Rodrig. Fingom nincs. Legyen ő. Ez, ha sikerül, sajnos nem sikerült. Ez jól szokott lenni. Most nem sikerült. Ja, és mentsünk már egyet, basszus, mert rég mentettem. Oké, kijönjünk a élőlött kartforgatóval. Jó sok pontja van. Hát valószínűleg, hogy akkor őt talán meg tudjuk ölni. Talán egy csapással is.
Nem, de kettővel biztosan. Oké. És hát sajnos több már nem maradt neki. Jó. Mindegy. Ez a lényeg, hogy egy ellenféllel kevesebb. Egy ellenfél nem tud minket támadni. Oké. Makulátlan párbajozó, ő ott el van kábulva? Mhm. És a farkasidó már. Mentettünk egyet? Mentsünk egyet megint. És akkor... Jó, én nem mondom valék... Jó, hogy őt támadjuk meg. Ő tudott itt varázsolgatni valamit. Viszont nyomjuk el a isteni fényt. Akarat erejét és testi erejét. Jó, nyomjuk el egy ilyen... cuszlit előtte. És most támadjuk be őt. De mentés után. Jó, oké. Mondom, nekem az a lényeg, hogy mellé ne menjen. Ezért nem fogom visszatölteni. A Volgráfinok köre következik Volgráfiroval. Szokás szerint szépen ezt belelőjük. Ez az. És Volgráf akkor pihen is, ahogy nézem. Scarlettel szimán csak így belelövünk valakibe valamit, aztán ennyi. Szerintem uralom a csatát. Szerintem uralom a csatát. Kár, hogy azt nem lehet megcsinálni ezzel a vámpír érintéssel, hogy másokat tudok gyógyítani. Tehát, hogy nem magamat, hanem másokat is. Mindegy. Nyomjunk el egy ilyen megátkozást? Nem, nem nyomunk el vele semmit. Pihi. Oké. Makulátlan farkasidomárba. Belenyomunk még egyet. Meg is van. Illetve, ez messze lesz. Ez messze lesz. 6-otáv 5 méter, így van. Jól emlékeztem. Hát gyerekek, akkor meg egy ilyet. A farkasra? Farkasra. Pont nem a farkasra. Akkor a párbajozóra. Jó. Kartforgató. Kartforgató támadja a fehér farkast. Még egyszer. És pihi. Madóra pedig támadja a mentés után őt. És még egy. És megvan. Volgráfa pedig nem csinálunk semmit, hanem megpróbáljuk belelőni a nyilat a fehér farkasba. Oké. Okay. Srácok, igyekeztem nem sokat gatyázni, szarozni, hogy ez így meglegyen. Köszi élőhalott kartforgató. Volgráfa vagyunk? Volgráfa vagyunk. Hozzuk ki a csapatot. Maddóra egy pici, nagyon picit sérült. Akkor, hogy gyógyítom. Így van, Madóra. Hol vagy, kedves Madóra? Itt vagy. Madórát egy picit gyógyítjuk. Köszike. Ó, és ott... Ó, hajajajaj. Scarlett. Szedjük föl. Szüntessük meg. Át tudjam kutatni a helyszínt. És akkor a lényeg, srácok, hogy szerintem... Jó, nem akarom kijelenteni, mert ezt sem vettem észre. De szerintem talán nagy valószínűséggel mindent földerítettünk, de ha nem, akkor esetleg nagyon kevés maradhatott csak ilyen tábor, csata, stb. És menjünk már be a börtöncsapó ajtón így a videó végén, jó? Rendítsek? Mert én is kíváncsi vagyok, hogy hogy fog kinézni, mi lesz ott. Közepes gyógyítal, átoknyíl maradhat. Átoknyilat még nem is találtunk, hoppá rézini. Jól van. Oké. Okay. Havasi csizma. Jó, szerintem, ha tudjuk, nem tudjuk.
A francokat, menjünk már Rodriggal, basszus. Ilyeneket, ugye amúgy sem tudom... Amúgy sem tudok mit csinálni. Majd arra kell nagyon odafigyelni, hogy ilyen ládákat, meg ilyeneket inkább Volgráfal nyissuk. Ugye a szerencséje miatt. Jó. Közepes gyógyítal, igen. És akkor ezeket nem nyitom ki vele. Ezeket nem nyitom ki vele. És ott is már csak az van, akkor Volgráf. Oké. Szuper, életvize, itt van. Ezt akkor Scarletnek. Egykezes fegyver. Éles hosszú tör. Jó, mindegy, legyen nála, tehát hogy ő vegye föl, igen. Körint a gránátot Madórának. Jó, srácok, és akkor többit nincs, ugye? Még véletlenül ott van talán még egy hordó. Na, azt már átnéztem. Jól van. Getting too cold to concentrate. Mentünk. És bemegyünk. Így van. Ez a szipi szupi. Na és itt már nem fognak panaszkodni sem. Teli van aknával, teli van aknával, már ott látom. Oké, felszerelés. Legújabb tárgyak. Nézzük meg. Beazonosítsuk be, aztán úgyis eladjuk, mert tör. Jó, azért nézzünk rá. Jó. Semmi olyasmit nem tud nekünk nyújtani, mi miatt el ne adnám. Hegyes fog. Jól van. Havasi csizmákat is ugye eladjuk. És átoknyír, az mit csinál? Gondolom átok. Igen. Célpontod minden tulajdonságát csökkenti. Szúros sebzés. Ez jó ezek az átoknyírok, ilyenek majd szerezni kéne. Oké, itt és én itt, és itt én itt, én nem látok már semmit, amit úgy felvettünk volna. Mentünk. És akkor szépen átnézzük ezeket a cuszlikat. Ha már itt vagyunk. Szuper. Nem szuper. Ez sem szuper. Ez szuper. Ezt Madórának. Vacsora. What's this? It looks strange. Lehet, hogy tudunk vele is valahogy beszélni valakivel, mert miért tett megjegyzést, értitek? Igazából nem. Jó. All at once, Wulgraf blocks your path and hands you a note. Beware! Mines by the dozens! Igen, nagyon sok, tehát most vagy ugye mindet hatástalanítom, vagy akkor ugye, hát, de az a baj, hogy nagyon sok minden, de ez nagyon sok hatástalanít, ez teli van, ó basszus, ez türelemjáték lesz, gyerekek. Ez rohadt nagy türelemjáték lesz, ez még majd, jó, ezt még majd át kell gondolni. Viszont, ameddig el nem felejtem, basszus kulcs, hogy Volgráfnál, a következő szintlépésnél lesz tulajdonságpont. Esetleg megnézhetjük azt... Igen, esetleg megnézhetjük azt, hogy miket tudunk neki berakni. Most már elég sok mindent tudunk fejleszteni. Például ugye ami fontos lehet, az a mesterlövész.
mert ugye milyen képességeket tudunk vele megtanulni. Ugye? Így van. Nekem a szerencsés kéz is tetszett. Hogy milyen gyakran találsz kisellenőrzött kincseket és növeli a támadási értékedet. Kézművességbe itt semmi, szerintem semmire nem akarok költeni. A tolvajlásnál, hát... Basszus. Igen. Nem tudom majd, hogy mi lesz, mire lesz majd nagy szükségem, az árnyításra vagy az zsebmetszésre. Ami ugye itt még növekedik, tehát ugye ez a növekedett van meg. Tehát, hogy egy csomó olyan felszerelésem van, ami ugye növeli. Növeli. Pöpöröpöröpöröpöröpöröm. Védekezésben nem hiszem, hogy neki kéne rakni. Ugye is a fegyvereknél esetleg ugye a szemszeriet megint növelhetem. Négyes szintnél 22% kritikus találati esélybónusz kap, és kritikus találat abszolút 280%. Tehát, hogy hát igen. És más nincs, tehát ez a baj. Igen, tehát hogy más nincs. A következőre jártasságpont, képességpont. Nem, bocsánat, az nem. Tehát tulajdonságpont és jártasságpont. Képességpontot még szintén majd nem kapunk. De viszont ott a tulajdonságra már biztos, hogy valamire itt majd el fogom olyanokra rakni, hogy nem érzékelés, hanem... körönként visszanyert akciópontok számát, vagy az akciópontok maximális számát, tehát valamelyiket erre rakni kell. Mert tudjátok, nála volt, azt tudom, hogy nagyon sokszor, hogy már csak egy pont hiányzott volna ahhoz, hogy mondjuk még egy nyilat el tudjak lőni. Na, ezt kéne átgondolni. És akkor tudjátok mit? Tehát, hogy én most rászánom ezt az időt, 10:38, hogy itt ennek a videó végén akkor ezt el megpróbálom így átnézni és átgondolni, és rárakni akkor, hogy ne ezzel kezdjük a következő videót, jó? És akit ez nem érdekel, nem fogok már innen sehova sem menni, semmit sem fog törpölni, ezt megcsinálom. Akit ez érdekel, az nézi, akinek nem, ad meg. Majd a következő videóban találkozunk. Na! De viszont akkor. Hát mire rakjak? A számszeríra, vagy itt ugye a mesterlövészre. Egyelőre most többet harcolok vele, ahogy nézem, mint hogy szükségem lenne a tolvajlására. Várjuk, a tolvajlás amúgy mi? Igen, igen, igen. Tehát a tolvajlására, meg ezekre a dolgokra. A szerencsés kéz sem annyira fontos. Illetve most ez egyelőre ezek sem. Tehát a kettő között vacilálok, hogy mesterlövész, és vagy akkor a szemszeri. Sajnos mindegyikre szerintem nem fogok tudni rakni, ugye? Nézzük meg azért, mielőtt még itt halálra gondolkodom magamat. Így van, mert csak kettő pont marad, ha erre rakok. És akkor erre már ugye nem fog tudni rakni a mesterlövészre. És emlékeim szerint ugye nála nincs olyan tekercs, amit fontos lenne megtanulni. Négy szint, hat kezdő, négy haladós, egy mester. Hát lehet, hogy a mester miatt akkor ezt kéne inkább nyomni. Hogy tanuljunk már meg egy mestert. Pont visszavonása, jó? Hogy legyen már egy mester, és akkor keresünk neki valami olyan tekercset, ami mester. Ugye? Így van. Tehát a 3-as szint, 4-es szintnél lesz egy mester, és a haladónál is egyel növekszik. A kezdő nem fog növekedni. Srácok, én amondom elég, hogy rakom erre. És marad még két pontunk. Hát azt meg majd a következő, vagy még a szerencsés kézre, ahogy nézem, el tudom nyomni. Költsem el most az összes pontot. Mennyi pontot fogok kapni? Plusz 3-at. Attól félek, hogy az lehet, hogy pont nem lesz elég a...
Igen, mert azt hiszem 4 pontot rak rá a szemszerény növelésére. Pedig azt is inkább kéne. Jó, srácok, akkor marad így. Tehát nem költöm el azt a kettőt. Mert a szemszerélyet is természetesen növelni kéne, értitek? Jó, tehát bezár, és jóvá hagyjuk a módosításokat. Kezdjük, folytassuk Madórával. Nála is szintén ugye nincsen semmink, csak jártasságpontunk. Viszont itt ugye értelemszerűen tudunk kétkezes fegyverrel rakni, és akkor nézzük meg, tehát hogy az 4 pont. Így van, az 4 pont. Tehát a kétkezes fegyvernél mit kapunk, ha 4-es szintre rakom? 22% kritikus találati esély bónusz, kapcsolat kritikus találat alapszorúja 2080%. De nézzük meg, hogy még mire tudunk rakni. Nálam most így nem emlékszem, hogy lett volna nagyon olyan gondom sűrűn, hogy nem maradt elég pontja. Jó, persze mindig, értitek, persze jobb lenne, de nála nem emlékszem ilyenre. És amúgy is ezt nem tudom milyenre rakni. Várjatok, viszont. Viszont nála is azért itt meg fog jelenni a egy mesterszintű fegyveres. Vagy ugye igen, még jött ez a ötlet is amúgy, és nem hülye ötlet, hogy szépen nyugodtan rakhatnék rá itt a tűzmágus, vízmágus, nekromantákra is. Mert ugye tudnék olyan varázslatot neki berakni, ami mondjuk a gyógyítás varázslatok, értétek. És akkor mindenki tudna egymást gyógyítani, meg saját magát. Tehát nem rossz. Például nekem ugye ezért lenne jó. Neki, nála ilyen erre nem kell rakni, tehát nála szorítkozzunk erre, a képzettségre, a védekezésre és a fegyverekre. A páncél specialista. Várjunk, akaraterő. Á, igen, ez sem rossz, ez sem rossz. De én nála is most én amondóval és srácok, hogy a fegyveres harcosra. És jelenjen meg akkor egy mesterszintű képesség neki. Tehát, hogy tudjak olyat venni neki képességet, ami mesterszintű. És ugye akkor még plusz ugye a haladó. Jó. És akkor itt megint sajnos csak 2 ponton fog maradni. Ami azt jelenti, hogy el tudnám költeni bármire, még itt. De akkor ugye a kétkezes fegyvert is. Szerintem azt a következő körbe nem fogom tudni elkölteni. Tehát, hogyha most elköltöm ezt a kettőt, akkor az a baj, hogy 3 jártasságpontot kapok a következő körre, és 4 kell ahhoz, hogy ezt tudjam növelni. Tehát nála is most így egy pihi. Ha nagyon valamiért megszorulnék, akkor még mindig elkölthetem azt a kettőt. Ne felejtsük el. Oké. Folytassuk. Nem is tudom kivel, basszus. Scarlettel. Neki 5 van. Itt ez de kár volt, hogy ezt ráraktam. Egy pontot szerintem én raktam rá a varázspálcára. Igen. Azt hittem, hogy az jó dolog, de szerintem nem. Nekem legalábbis nem tetszik. Na nézzük csak, viszont srácok, hogy itt... Szerencsére nála is nagyon le van szűkülve a lehetőség, mert tolvajlásra nem rakunk. Kézművességre nála nem rakunk. Habár Ácsi. Habár Ácsi. A tudós mesterség. És ugye ez is így 4. Így van. És ugye ő a tudós mesterünk. És ki tudja, hogy még milyen tárgyakat fogunk találni, basszus kulcs. Amihez még... Most ugye nem, nincs problémám. Most ugye még nincs problémám. Várjatok, nézzük meg, hogy amúgy most rajta milyen amulett van. Mert ugye, ha jól emlékszem, van egy olyan amulettünk. Ez intelligencia. Az Madoránál van. Madoránál lenne az a amulett.
Basszus, hol vagyok? Igen, hogy plusz egy tudományos mester. Jó. Csak azért van nála, ugye, mert 20%-át visszaveszi. Ó, oké, ezt felejtettem el, hogy tehát van nekünk egy olyan amuletünk, ami a plusz egy a tudós mester. Tehát, most egyelőre úgy gondolom, hogy a tudós mesterségre nem rakok nála rá, mert ugye, ha megszorulnék, akkor még mindig az amulettet át tudom pakolni. Értitek? Jó, tehát egyelőre akkor ezt is, de egyelőre, tehát valamikor majd ezt növelnem kell. Az tény. Az tény. Hát ugye akaraterőre is mehet. De nem. A nekromantát fejlesztjük föl 3-as szintre. Opa. A nekromantát fejlesztjük föl 3-as szintre. Szerintem nem. Ugyanis itt megint azt mondom, hogy egy mesterszintű mágust meg tudok tanulni. Csak hát ugye akkor egy ponton marad, mert ez itt 4 pontot fog megkövetelni tőlem. Bocsánat, miért még hülyeséget csinálok, basszus kulcs? Nem ezt akartam, ezt akartam. Nála nincsen semmi olyan könyv, amit most így valamiért talomba van, mert nem tudom megtanulni. Aha. Hát akkor viszont a francia tudja, hogy melyikre rakja, értitek? Tehát, hogy itt rakhatom a levegőre is, meg a földre is. Nekem valamiért a levegő a szimpatikusabb. Jó, legyen akkor a levegő. És akkor értem szerint ezt a egy pontot amúgy sem tudnám nagyon mire költeni. Akkor itt is akkor megtörtént a dolog. Csak el ne felejtsem, hogy akkor elmenjünk valahova, és ezt pótoljuk ezeket a varázslatokat. Ha már ezt csinálom. Karakter. Na, és itt vagyunk egy picit nagyobb gondban. Itt vagyunk egy picit nagyobb gondban, srácok, mert... hát nála itt aztán dögivel lehet mindenre kapni, adni. És ez a baj, igen, hogyha tudtam volna az elején, hogy... lehet, hogy majd egyszer meg kell csinálni és újraosztani a pontokat. Ez lehet, hogy egyszer majd ezt meg kell csinálnunk, srácok. Ugye ezt meg tudom csinálni. Vagy a képesség... nem, a képességeket azt amúgy is elfelejtettem. Jó, ezeket lehet, hogy meg kéne csinálni. Mert egy csomó pont, olyan ponton van, amit az elején elkótya vetírtem, mert nem tudtam, hogy mit akarok a karakterrel. Jó. Hogy állunk nála viszont? Nála nézzétek, nála egész jól állunk amúgy, mert itt mindegyik a nekromanta, a tűz és a víz is 3. A személyiségnél... igen, na igen. És akkor itt van az, hogy nála rakhatunk a kovácsolásra, rakhatunk a tárgykészítésre. Ó, basszus, ez az. Ez az. És ezt mondta nekem Károly úr, hogy lehet, hogy ezzel is egy picit foglalkozni kéne. És lehet, hogy mivel látom, hogy neki nála, hogy sokot 3 van, hogy... basszus kulcs. Igen, az a baj, hogy ugye itt is, de jó lenne, hogyha meg tudnék tele tanultatni egy haladót, mestert, bocsánat, egy mestert. Illetve hát egy haladót és egy mestert is fogunk tanulni, de itt a mester a fontos. Á, nem tudom, hogy mit csináljak. Mert ugye a tárgykészítésre, ha rárakom, azt szerintem...
Ó, jó, mert igen, mert sok, jó, sok felszerelés miatt van. Ó, gyerekek, akkor jó. Akkor elmegy egy a tárgykészítésre most, és Nekem a tűz ez nagyon tetszik. Valamiért nekem a tűz ez nagyon tetszik. Lehet, hogy ő tűzmágus legyen, csatamágus, meg tűzmágus. És lehet, hogy a tűzmágusra rakom rá, hogy ő fejlődjön. Jó, srácok, így döntöttem. Így dönték. És akkor megvan. És hogy most már tényleg ne legyen túl hosszú videó, és hamar meglegyen a kódolás, akkor most már tényleg mentünk egyet. Azon filózok, hogy van egy csomó pénzem, hogy lehet, hogy vissza kéne menni a városba, vagy a helyekre, városokba, ahol tudok vásárolni ilyen képességkönyveket, mert most végső soron ezért raktam mindenkinél ugye nagyon soknál valamilyen képességre. És ugye gondolom az jól jön a csatába, értitek? Csak az megint időhúzás 11-es. Csinálja meg videón kívül. Basszus, az a baj, hogy mégis arról megcsináltam videón kívül, hiszen a videóban majd elmondom, hogy elmentem, vásároltam, és mit vásároltam, aztán ennyi. Jó, na, de viszont akkor most már mentek egyet. Mentés. Mert tényleg még délelőtt, így ebéd előtt neki akarok állni. Most van 10:53, igen, hogy gyorsan még a Days Gone-ból is egyrészt fölveszek egy ebéd előtt, és akkor kódolás, én meg Gears ezek. Főmerű. Jó, srácok, tehát lehet, hogy igen, tehát hogy ez egy picit piszkálja a csőrömet, hogy most ugye oké, szintet léptünk, ráraktam nagyon sok képességre, sok embernél a képességekre, és tehát hogy igen, akkor azt el kéne vásárolni ezeket a mesterszintű könyveket, meg akár egy haladót is, értitek? Tehát basszus, ezért csináltam az egészet. Szerintem... Szerintem videón kívül... Szerintem... Na jó, nem tudom, de valószínűleg a videón kívül akkor visszamegyek, és vásárolok ilyen képességeket, és szépen majd úgy is el fogom mondani akkor, hogy miket vásároltam, jó? De az a lényeg, hogy ilyen képességeket akkor venni kéne nekem. Tehát, hogy ilyen, ja. Egy mestert és egy haladót is tudok venni. Mert annyival van bővülve ugye a lehetőségeknek a sora. Köszöntöm szépen a figyelmet, csak hogy ne húzzam most már ténylegesen tovább az időt. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!